kiáltott föl nemrégiben Liedel Kurt, a világ egyik legfontosabb trendszakértője. Azt mondtad, a divat halott, ez alatt pontosan mit értenek az emberek, hiszen azért, ha itt is végignézünk, sok emberre ránézve gondolnám, hogy valóban igazad volt. Hát ugye van egy nagyon híres divatszakértő, trendszakértő, úgy hívják, hogy Liedel Kurt, aki trend előrejelzésekkel foglalkozik, és nemrégiben írt egy cikket, aminek ez volt a mondandója, hogy ő szerinte a divat meghalt, mert hogy abban a formában, ahogy most létezik, az már egy ilyen teljesen improduktív, halott rendszer, ami egyáltalán nem támogatja sem az innovációt, sem a megújulást, hanem egy ilyen paródia az egész, és azért, hogyha akár divatrendezvényeket, akár fashion week-eket, akár egy csomó minden mást megnézel ebből az iparágból, akkor sokan azt mondhatjuk, vagy azt gondolhatjuk, hogy van benne igazság. Természetesen nagyon sokan cáfolták ezt az állítást, és azt mondták, hogy csak a mainstream divat halott, de ez mindenképpen egy nagyon érdekes felvetés, most így a harmadik évezred elején, hogy az a fajta dolog, amit mi a divatról gondolunk, egyáltalán például a divat bemutató, mint műfaj, a divat hét, mint műfaj, egy csomó minden más olyan megnyilvánulás, amit az elmúlt 100 évben, vagy az elmúlt X 70-80 évben kifejlesztett magának a divatipar, az tartható-e értelmesen még, vagy érdemes találni olyan új formákat, olyan új csatornákat, amiben igazából megújítható ez a folyamatosan saját magát megemésztő és visszaköpő történet. Azt mondod, hogy sokan így gondolják, de te hogy gondolod, hogy a paródia például mondjuk egy hátizsák, az lehet paródia? El tudtad volna képzelni néhány évvel ezelőtt, hogy egy gálán, egy elegáns parti mondjuk az emberek hátizsákot hordanak? Hát egyrészt az, hogy mi az az elegáns parti, azért az nagyon sok dologtól függ, tehát azért itt nagyon sok olyan embert látunk, aki nagyon különbözően értelmezi a dresszkódokat, ez is egy érdekes vetület. Szerintem a paródia az igazából arra értendő, hogy az a fajta, hogy is mondjam, ilyen lárpurlás, semmiről nem szóló, magamutogató és igazából sehova nem menő szisztéma az, ami bekebelezte egy picit a divatot magát, és ebből érdemes újfajta útakat keresni, és ebből érdemes olyan újfajta nyelveket, vagy olyan irányokat megnézni, ami sokban egyébként a divattervezőkön, a ruhatervezőkön kell, hogy múljon, és róluk kell, hogy szóljon, úgyhogy már csak ezért is voltam nagyon boldog, hogy én adhattam át ezt a díjat, hiszen ugye az internet kultúrával, a bloggolással, az Instagrammal és minden olyan felülettel, ahol mindenki hirtelen modell és sztár és blogger és stylist tud lenni, gyakorlatilag egészen megváltoztak a fogalmaink arról, hogy igazából mi is löki előre, vagy mi is lendíti tovább az öltözködést és a divaton. Igen, valóban ezt is említetted a beszédedben, hogy mindenki stylist akar lenni, ez egy jó munkahelyet teremtő program lehet, hiszen ugye, ha van egy kis szép érzéked, akár már mondhatod, hogy stylist vagy. Hát azt gondolom, hogy ennek van egy konjunktúrája, az, hogy ez mennyire reális pálya kép, azt azért ugye Magyarországon idézőjelbe lehetne rakni. De hát volt olyan időszak, amikor mindenki modellügynök volt, és volt olyan időszak, amikor mindenki utazási ügynök volt, és volt, amikor mindenki reklámszakember volt. Hát természetesen ez időről időre változik. Az egy érdekes dolog Magyarországon, hogy amikor egy valaki elkezd valamit, akkor nagyon sokan szeretik ezt lemásolni, kevesen próbálják meg a saját útjukat megtalálni. Jó van, és végezetül áruld el, hogy mi van a táskában? Hát majdnem ugyanannyi dolog, mint egy női táskában.